legfontosabb közép- és hosszú távú kérdések elveiről vitatkoznak. Tehát már ezen az első nyári kollégiumi ülésen szó került, és azóta miniszter úr figyelmének mondhatom nyugodtan központi területén tartózkodik a dandár sorsa. Abban az értelemben is, hogy annak a fegyverrendszernek, annak a hordozórendszernek a sorsa, amelynek önök avatott kezelői és üzemeltetői, és abban az értelemben is, hogy a dandár nem fegyverrendszert jelent csak, hanem embereket jelent, sőt elsősorban embereket. A gondolat, a szándék nyári, tavaly nyári, a lépés, a kormányzat döntése őszi lépés volt, bizonyos módon egyeztetve és illeszve a párizsi csúcsértekezlethez, ahol a bécsi tárgyalások eredményeképpen nagyon jelentős egyezményeket írtak alá a részvevők. A cselekvéssor befejező eleme és kiteljesítése az, amiben önöknek pótolhatatlan szerepe van, és amelyben az önök fegyelmezett munkájának és eltökéltségének és vezetőikbe vetett bizalmának is nagyon-nagyon komoly szerepe van. Miniszter úr, ezért a tevékenységért mond önöknek visszamenőlegesen is és előretekintve is általam köszönetet. Kérem, ne tekintsék azt az apróságot, hogy ő már hivatalban védő miniszterként járt ugyan a helyőrségben, de nem ennyi az alapnak tartott látogatást. Ne tévessze meg önöket ez a külsőség, még egyszer mondom, figyelmének középpontjában áll ennek az alakulatnak a sorsa és jövője. Az, hogy itt önök köznapi zöldínben ülnek, az nem csak azt jelenti számomra, hogy péntek van, munkanap van, szolgálati időben vagyunk, hanem azt a helyes felfogást is tükrözi, hogy itt tulajdonképpen munkahozzanakról van szó. Elhangzott többször az a kifejezés, hogy a dandár felszámolása. Elhangzott az a kifejezés, hogy a dandár megszívja. Én szívesebben mondanám azt, engedjék meg, hogy civil létemre így fejezem ki magam, a dandár átalakul, a dandár átnő a sorozatvető tüzérezredbe, és lehetséges, hogy egy idő után a sorozatvető tüzérezred ismét átalakulás elé kerül, és ismét sok munkával, sok figyelemmel, de valami mássá változik. Most kikerültek a honvédség fegyverrendszeréből, nagy fegyverrendszeréből azok az eszközök, amelynek önök a legjobb ismerői és szinte egyedül ismerői ebben az országban. De nem mondhatjuk azt, hogy a magyar honvédség örök időkre lemondott a földföld osztályú irányított rakéták használatáról. Természetesen a védelemre szigorúan csakis ez ország védelmére berendezkedő magyar honvédségnek nincsenek és nem lehetnek olyan elvei, hogy soha többé rakéták a szárazföldi hadseregnek. Most túlmenően a sorozatvető. Nem lehetnek ilyen elvei. De kétségtelen az is, hogy a jelenlegi helyzetben más eszközt, más fegyverrendszert az önök kezébe adni, mint a 21-eseket, nem tud a kormány, nem tud a magyar állam. Azonban én el tudom képzelni, érzékelem a szükségességét is, és el tudom képzelni a gazdasági lehetőségét is annak, hogy némi idő múltával, természetesen években kell gondolkodnunk, de némi idő múltával ismét előtérbe kerülnek a rakéták, a hordozó a szárazföldi hadsereg fegyverrendszerében, tüzérségi fegyverrendszerében, a csapatok harcának támogatására, bizonyos védelmi műveletekben, mégiscsak mélységi csapás mérésére. Ez egy lehetőség, amely előttünk, önök előtt és a vezetés előtt is ott áll, és amelyet évenként újra és újra, ahányszor a lehetőség és a szükség úgy hozza a tervezési mozdulatot, talán újra és újra meg fogjuk figyelni. Elsősorban természetesen a vezérkar szakértői fognak megvizsgálni, de a köztársaság védelmi koncepciójával való összeegyeztethetőség és gazdasági tehetőség képességével való
összeegyeztethetőség szempontjából a minisztérium és miniszter úr is vizsgálni fogja ezeket a lehetőségeket. Azt kérem most önöktől, miniszter úr nevében, ne kudarcként, ne valamiféle szerényebb képességgel és szerényebb odafigyeléssel is ellátható kisebb, jelentéktelenebb kihívásként éljék meg a sorozatvető ezredé való átalakulást, hanem avval a tudattal éljék meg, hogy a jelenlegi helyzetben ez a sorozatvető igenis szinte az egyedül eszközei bizonyos csapás mérés tekintetében a szárazföldi hadseregnek, és avval a tudattal éljék meg, hogy a köztársaság védelmi eltökéltségének hitelesítéséhez egy más helyzetben könnyen lehet, hogy ismét rakéta eszközök rendszerbe állítására folyamodunk, természetesen sokkal, akkor már sokkal korszerű eszközök rendszerbe állításához, és akkor elsőként és alapvetőként, kezelőként, felelős üzemeltetőként, gazdaként azokra az emberekre fog gondolni a vezérben és a minisztérium, akik itt ülnek, akik eddigi munkájukkal már bizonyították, hogy képesek, akarják, tudják üzemeltetni, ápolni, megvédeni ezeket az eszközöket. Engedelmükkel visszautalnék Rossi Csaltábornak is szavaira, és néhány szót szentelnék annak a kérdésnek, hogy milyen helyzetben is van ez az ország jelenleg, és milyen helyzetben van ennek az országnak a fontossága. Mondhatjuk-e valóban azt, hogy külső körülmények alapvetően kedvezően megváltoztak? Kétségtelenül bekövetkezett az elmúlt években kedvező változás, hiszen nem következett volna be, akkor talán nem tartanánk a belső társadalmi mozgásokkal ott, ahol tartunk. Nem kívánom elvitatni azt, hogy az ország belső fejlődéséhez külső feltételekre is szükség volt, és a sors, a történelem ezeket a külső feltételeket hozta, adta. Mi pedig talán, mondhatom azt, nagyobb részt élni tudtunk ezekkel a lehetőségekkel, amiket a külső körülmények változása is hozott, is. De a belső szándék, a belső helyzet is hozta. Na már most éppen a honvédség köreiben, éppen a haza fegyveres védelmére kötelezettek és vállalkozók körében, kötelező szemlélet egyfajta mértéktartó akárésre. Létünk és munkánk alapja az a gondolat, hogy bekövetkezhet az, amire nem várunk, de amit a történelem mégis mutatja, hogy megvegyesít, hogy erővel kell védenünk magunkat. Mondhatjuk-e azt, hogy annyira megváltoztak a külső körülmények, hogy innentől kezdve egy monoton csökkenés várható, egyre kisebb és kisebb erővel megelégedhetünk. Most a